Két és fél hónap alatt készült el Újfehértó első játszótere. A munkálatok augusztus 10-én kezdődtek, és október 5-én szombaton át is adták a gyermekek számára a templom udvarán kialakított közösségi teret. A játszótér megvalósításának ötlete akkor fogalmazódott meg bennem, amikor tavaly nyáron egy vasárnap délután a családi ebéd után eldöntöttük a családot, bemegyünk Nyíregyházára, a Bújtasi Városligetbe játszani egy kicsit a gyerekekkel, hisz Újfehértón nem volt játszótér, és ott 8 olyan újfehértői családdal találkoztam, akiket ismerek. És úgy beszélgetve velük, ők is elmondták, hogy felháborítónak tartják azt, hogy Újfehértón egy ekkora városban nincs egy köztéri játszótér, ekkor fogalmazódott meg. Ezután az Újfehértói Nagycsaládosok Egyesületével vette fel a kapcsolatot Hosszú József, majd újfehértói és környékbeli vállalkozók támogatásával sikerült kialakítani a játszóteret. Nagyon fontos és mindig jó látni, amikor egy közösség összefog egy közös cél érdekében, közölte Sanda Tamás államtitkár a Szabolcsi kisvárosban. Nagyszerű dolog, hogy ebből az összefogásból érték született. Elkészült az a játszótér itt Újfehértón, amelyik egy hiánypótló dolog. Eddig nem volt ilyen lehetőség a gyerekek számára. Ráadásul csodálatos helyre sikerült építeni, hiszen a kereszt árnyékában van ez a játszótér. Abban is bízhatunk, hogy ez a gyerekzsivaj az behallatszik a templomba, és a templom pedigban zajló mise pedig kihaladszik a játszótérre. Bár a szombati átadó ünnepségen az időjárás nem kedvezett a gyermekek számára, a kedvüket nem vette el attól, hogy felavassák az új játszóteret Újfehértón.